A könyv, amely az idén 70 éves Ocskai Gáborról szól, egyben a fehérvári jégkorong történetéről is mesél. A sportágról, amely, ahogy a polgármester fogalmazott a könyvbemutatón, identitást ad a városnak. Hogyha azt mondanánk, hogy van fehérvári kum, a Hungarikumról egy kicsit ilyen rondán fogalmazva, akkor szerintem a jégkorong maga volán, és ez az egész közeg és közösség, amit létrejött, az mindenképpen Fehérvárhoz kötődik. A jégkorong pedig nem lehetne Fehérváron az, ami, ha nincs Ocskai Gábor, aki 45 évvel ezelőtt szinte a semmiből rakta le a sportág alapjait a városban. A könyvbemutatón ott voltak az elmúlt évtizedek hokis hősei, munka- és sporttársak, városvezetők, mindenkinek van része a sikerekben, de talán senkinek annyi, mint Ocskainak, akiről a könyv írója szerint kiderül, mi tette alkalmassá erre a szerepre. Akik elolvassák, azok tanúi lehetnek annak, hogy a kisgyermekkorától egészen napjainkig mindig megtett mindent szeretett sportágáért, soha nem adta fel. Ezért lehetett legenda. Ez a legendasághoz vezető út természetesen elég rögös volt. Ugye mondhatjuk, hogy itt a székesfehérvári időszakot is figyelembe véve 77-től, amikor még úgy könyököltünk a pálya oldalán, hiszen nem volt fedett a jégpálya, nagyon sokat kellett tennie azért, és a munkatársainak azért, hogy eljussunk eddig. Hogy pont most jelent meg az Út a csúcsig című könyv, annak az ötletgazda és kiadó szerint több apropója is volt. Ebben az évben van 45. évfordulója, hogy Székesfehérváron egyáltalán műjégpálya van. 45 éve van, hogy itt hokit el lehetett indítani, a budapesti volánt helyezték le ide Székesfehérvárra. A Gábor gyakorlatilag tavasszal 70. életévét töltötte be. Aztán 15 éve indultunk az Ebelben, az idén volt először, hogy döntőbe jutottunk, ez így mind összejött, és mondom, hát akkor itt mi az, ami összeköti ezt a sok-sok évszámot? És nem az, hogy mi, hanem egész egyszerűen az ugrott be, hát ez Ocskai Gábor. A könyv főszereplője valóban olyan életutat járt be, ami megérdemli annak írásos megörökítését is. A vele készült beszélgetésből, valamint a könyv további részét képező emlékezésekből kiderül, sok csúcspont és persze hullámvölgy is jellemezte ezt a 70 évet. Ez olyan volt, mint mondjuk az Alpok. Nagyon sok kiemelkedő hegycsúcs és nagyon sok völgy. A sport az ilyen. Van, amikor az ember fönn van, van, amikor lenn. A pályafutásom és az egész életemben is voltak nagyon szép sikerek, meg nagyon nagy tragédiák. Az embernek ilyenkor mindig szembesülni kell azzal, hogy az évek száma az egyre csak nő. És tényleg úgy, ahogy én a 60. születésnapomon épp a ünnepség kapcsán ott mondtam, hogy most elérkeztünk a rendes játékidő végéhez, a 60 perchez, mostantól a hosszabbítás jön. Hát én remélem, hogy még tart egy kicsit ez a hosszabbítás. Az Út a csúcsig Csicsó 70 című könyv limitált mennyiségben jelent meg, kereskedelmi forgalomban nem lesz kapható, de a hoki növendékekhez eljuthat, példát állítva eléjük is.